Sziasztok, és köszöntelek titeket újra a Zsebi Baba csatornán. Én Zsófi vagyok, és ebben a videóban... BLV vagy falatkás hozzátáplálásról fogunk beszélni. Ugye ez a videó harmadik része, tehát ha nem láttad volna az első kettőt, ide fölülre is belinkelem, illetve alulra az infoboxban sok más hasznos információ mellett megtalálod. Kezdjünk is bele ebbe a részbe, ebben arról szeretnénk beszélni, hogy honnan tudjuk, hogy a baba készen áll arra, hogy elkezdjük a hozzátáplálást. Ennek több jele van, az egyik és szerintem legegyszerűbb jele az, hogy a baba érdeklődik az ételek iránt. Tehát látjuk, hogy mint ahogy nálunk is, amikor eszünk, érdeklődik, nyúlkál, nézi, amit szeretnénk enni. Ennél még jobb jel az, hogyha az ölünkbe vesszük, és belenyúl a tányérunkba, és ugye a szájához veszi a falatot, ebben már több jelet is észlelünk, hiszen megvan az a koordináció, hogy valamiért oda tud nyúlni, meg tudja fogni, és a szájához tudja emelni, tehát megvan ez a szem-kéz-száj koordináció. Ha ezt eddig megcsinálta a játékokkal, már az is egy jó jel, ugye a felvett játékokat bevette, rágogatta, kivette, de ugye a legjobban úgy tudjuk tesztelni, hogy amikor eszünk, oda vesszük az ölünkbe, és vajon csak maszatol, nyúlkál össze-vissza, vagy úgy, mint nálunk a maja már 5 hónaposan, belenyúlt, kivette és bevette, tehát rá eszmél, hogy ezt szájba lehet venni, és utána a következő lépés az, hogy benn is tartja, tehát már nincsen meg ez a nyelvkilökő reflex, bent tartja a szájába, forgatja, akár elkezdi rágogatni, és leszeretné nyelni. Tehát ezek mind nagyon fontos jelei annak, hogy tudjuk, hogy a gyerekünk készen áll. Semmiképpen ne keressük egy ilyen jelet, persze pontosan, hogy 6 hónapos lett a baba, 7 hónapos, most aztán hajrá, tehát ez minden gyereknél más, minden gyerek máskor van készen, én nem húznék rá senkire egy ilyet, mint hogy persze pontosan 6 hónaposan el lehet kezdeni. Én is úgy gondoltam, hogy 6 hónaposan kezdjük, és 5,5 hónap lett belőle, és ezt is már úgy, hogy 2 héttel toltam, hogy na még nem, mert egyszerűen már nem lehetett bírni a gyerekemmel, annyira szerette volna kóstolgatni a dolgokat. És még egy nagyon fontos, amit utoljára hagytam, mert ez egy elég sokszor megkérdőjelezett pont, az, hogy a gyerek tudjon magától ülni, vagy támasztva ülni. Azért mondom ezt így, mert én könyvekben, előadásokon, ezen a workshopon, amit a szülésznőm is tartott, mindenhol más információt hallottam, és igazából én magam arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek tudjon ülni. Nem mondanám azt, hogy magától, tehát hogy 6 hónaposan, azért nem sok gyerek van, akit 6 hónaposan lerakunk, és így ül. Ami fontos, tehát támasztás nélkül, hogy támasztva, egyenesen meg tudjon ülni. Tehát ne így üljön az etetőszékben, meg így, meg így, meg így. Tehát kezdhetjük az ölünkben. Nekem ez annyira nem jött be, mert a maja mindig így nézett fel rám. Tehát ide raktam az ölembe, hiába oldalra, vagy így. Ő így forgolódott, tehát így kezdtem körülbelül 1 vagy 2 hétig, hogy az ölembe ül, de nekünk ez nagyon nem jött be, mert nekünk tényleg nagyon bejön ez, hogy én itt ülök, ő velem szembe, és ő látja, hogy én eszek, amikor új dolgokat kezdek el enni, akkor így nagyon-nagyon rágom, hogy mutassam neki, hogy mit csinálunk ezzel, és ő tényleg engem néz. És... aztán még 6 hó, tehát 1 héttel, vagy kb. 6 hónap körül még nem tudott magától ülni, 7 hónaposan ült fel magától, tehát igazából 1 hónappal azelőtt, hogy felült volna magától, mi elkezdtük, mert támasztva, etetőszékben viszont jól ült. Tehát itt az a fontos, hogyha esetleg ökölődne, hogy ne egy ilyen helyzetbe ökölődjön a baba, hanem egyenes háttal, tehát szépen kihúzva, és a majánál ez megvolt. Tehát én azért mondom, hogy valamelyik könyv azt írja, hogy a babának tudni kell magától egyedül a földön ülni, csak akkor szabad elkezdeni, de ez valakinél 8
9 hónaposan lesz meg. És akkor most kérdem én, hogy akkor tényleg várjunk a hozzátáplálással 8-9 hónapos korig, csak azért, mert minden más jel megvan, a baba érdeklődik, a baba nyúl az ételért, a baba a szájához tudja venni az ételt, a baba meg tud ülni egy etetőszékbe egyenesen, de magától a földön nem tud még kiülni. Én személy szerint arra jutottam, és én így csináltam a gyerekemmel, hogy ölbe, majd pedig, amikor láttam, hogy nem csálin ült a székbe, szépen egyenesen kiült, 6 hónapos kora előtt pár nappal, etetőszékbe, és annyira boldog volt, és akkor pakoltam elé a falatokat, és tényleg soha nem volt semmi gond. Ami egy fontos dolgot még el szeretnék mondani, mert ezt is nem mindenhol írják, és én ezt is a workshopon tanultam, és szerintem ez egy fontos dolog, bár a Maja sem mindig így csinálja, hogy szerintem fontos, hogy legyen az etetőszéknek lábpálmája, tehát hogy a gyerek le tudjon nyomni a lábával, ugyanis ha esetleg köhögne, vagy valamit úgy nyel le, akkor sok gyerek használja, nem mindegyik, de valamelyik gyerek így lenyom a lábával, és így köhög. Tehát, hogy nem lóg a lába a levegőbe, bár nagyon sokan mondják, hogy ez nem volt probléma, ugye van ez a nagyon jól ismert IK-s etetőszék, aminek nincsen lábtartója, bár sok család utána oda szerel egy lábtartót, nekünk mondjuk olyan van, aminek van lábtartója, és én sokszor látom, hogy a Maja tényleg úgy nyomja ki magát, úgy egyenesedik fel a legjobban, hogy a lábával így dobban, mert hát természetesen van olyan időszak, amikor törökülésbe ül, de ez most már inkább 9-10 hónaposan, szépen törökülésbe ül, és úgy eszik. Tehát ez megint az én saját véleményem volt, és tényleg az olvasottak, hallottak és tanultak alapján. Remélem, tetszett ez a rész is, és találkozunk a következő részben.